Jól halad a Diósgyőr téli felkészülése. A Borsodi klub a kiesést követően újult erővel vágott neki a másodosztálynak, ahol a tabella legtetején töltötte a téli szünetet. A tavaszi szezon első mérkőzését a második helyet elfoglaló Vasas ellen fogja játszani Kondás Elemér együttese. Nem egy mérkőzésre készülünk, hanem a tavaszi szezonra természetesen. Az, hogy a Vasasra játszunk első mérkőzést, rangadó, nyilván ez minden első mérkőzés fontos, úgyhogy, de mi minden mérkőzésre készülünk. Most jelenleg ez a legfontosabb a Vasas elleni. Az NB1-ből több játékos is igazolt a feljutást megcélzó klubhoz. A nyáron Könyves Norbertet sikerült Zalaegerszegről a DVTK-hoz csábítani, a télen pedig Eppel Márton és Lukasz is csatlakozott a piros-fehérekhez. Hál' Istennek olyan játékosok érkeztek, akik játéktudásba és emberi kvalitásba is beleillenek a DVTK keretébe, úgyhogy rajtuk fog múlni, hogy ők milyen teljesítményt tudnak nyújtani és hogyan tudnak beilleszkedni. Magával a beilleszkedéssel nincs probléma, az, hogy ők hogyan fognak tudni játszani a csapatban, az rajtuk múlik. Úgy gondolom, hogy nagyon komoly itt az infrastruktúra, de hát ennek a csapatnak az első osztályban a helye, NB1-be, úgyhogy azért is jöttem én személy szerint ide, hogy feljutassuk a Diósgyőrt vissza az NB1-be. Az edző, a stáb, sok ember tudja, hogy miről vagyok képes. Gondolom a klub is, azért régóta ma itt játszok Magyarország, esetleg ha nem úgy is megy a játékba, de futás és mentálisan így csúszni mászni, az mindig meg lesz tőlem. A feljutás kapcsán óvatosan nyilatkoznak a klubnál, hiszen messze van még a szezon vége, de az biztos, hogy nem ölbetett kézzel mennének az első osztályba. Egyelőre még fel kell jutni, úgyhogy van előttünk egy nagyon kemény tavasz, ahogy jönnek a mérkőzések, úgy kell a játékunkat játszani, és utána meglátjuk, hogy mire lesz elég. Ráérünk arról beszélni, hogy akkor mi lesz majd a következő évben, de nyilván már az építkezés folyamán is arra fogunk törekedni, hogy olyan játékosok kerüljenek és olyan csapat alakuljon ki, amelyik meg fogja állni a helyét az első osztályban is. A Vasas elleni mérkőzést január 31-én rendezik a Fáj utcában.